Itthon hamarosan tetőzhet a dráva, majd látpusztára kapcsolunk tudósítónkhoz, Sasvári Bernadethez. Bernadett, mik a legfrissebb fejlemények? Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Nagyon úgy néz ki, hogy a tetőzés közelébe ért már a dráva. Talán egy-két centimétert emelkedhet még a folyó, de ennél magasabb már nem nagyon lesz. Nehéz elképzelni, hogy itt a mellettem látható vízzel borított terület egyébként teljesen száraz szokott lenni. Több mint fél kilométert kellene sétálnunk, ha a dráva eredeti partjára szeretnénk jutni. Most viszont jól látható, hogy gyakorlatilag magasan áll a víz végig ezen az egész területen, méghozzá olyan magasan, amilyen maga a töltés, ami folyamatosan védi a mögötte lévő mentett oldali településeket. Ezt a töltést egyébként a szakemberek meg is emelték homokzsákokkal, hogy biztosan védve legyen a mentett oldal a töltés ugyanis a legmagasabb várható vízállásra van felkészülve. Valószínűleg ezt egyébként nem fogja meghaladni a drávának a mostani tetőzése. Jelenleg 585 cm áll a folyó vízszintje. A szakemberek egyébként felkészültek arra is, a különleges jelenségek bukkannának fel a mentett oldalon. Ide már előkészítettek fóliákat, homokzsákokat, hogyha áteresztések lennének, csurgások, esetleg buzgárok törnének föl, akkor is biztonsággal tudják védeni a védett területet. Mi pedig kollégámmal már öt napja vagyunk itt a gáton, és ezért a helyi vízügyi kollégák tiszteletbeli vízügyessé fogadtak minket is. Azt mondták, hogy azok, akik megmutatják, hogy milyen védekezést végeznek itt a szakemberek, azok megérdemlik azt, hogy befogadják maguk közé. Ezt mi nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy a következő alkalommal mert mi is arról tudunk beszámolni, hogy minden biztonságban zajlik itt a gáton is, és hasonló nyugodt tempóba fog majd a folyó levonulni, és az áradás ezáltal visszahúzódni. Sasvári Bernadett, köszönjük szépen!